kovászolás helyett egy új tevékenységet ajánlanék, ami szintén kajához kapcsolódik, szintén végezhető otthon, és ugyanúgy szenvedélye válhat, a kertészkedés. Ezúttal egy viszonylag kis helyen, egy balkonon. Erkélyem nekem is van, a zöldségeket én is szerettem, viszont azt nem nagyon tudom, hogy kell ezeket a növényeket gondozni, úgyhogy most segíteni fogok én is a Melindának, és remélhetőleg tanulok is valamit útközben. Te kezdőnek könnyebb sok szempontból az erkélyen kertészkednie, nincsen akkora kártevő nyomás, nem borítanak el jellemzően mindent a különböző levéltetvek, gombás betegségek, és a néhány tényezőt kivéve az összeset tudjuk viszonylag jól kontrollálni, ami kell ahhoz, hogy jó zöldséget tudjunk magunknak termeszteni. Beszereztünk elég sok mindent már. Költségben ez hogyan, mire kell számítani? Tehát, hogy jobban fogok kijönni, mint ha vettem volna egy kiló paradicsomot a boltban, vagy arra azért ne számít? Hát azért ahhoz már egy kicsit profibnak kell lenni, hogy az árakkal tudjon az ember versenyezni, de amit viszont mindenképp kapni fogsz, az a sikerélmény és a példátlanul ízes zöldségek, mert a saját zöldségeid nem fognak 100 kilométereket utazni, hogy elérjenek hozzád. De akkor azért tudunk egy-két trükköt bevetni itt, hogy olcsóbb legyen, nem? Hát 50 000 forintból egy ekkora erkélyre az összes szükséges földet, növényt, eszközt, magot, stb. Mind meg lehet venni, de hogyha az ember ennél is takarékosabban akarja megoldani, meg lehet. Most akkor berendeztük az erkélyt, ott van napos sarok, árnyékos sarok, de még azért ültetnünk is kéne, és nekem a legizgalmasabb kérdés, hogy mit lehet majd itt ültetni. A válasz megenni. Nagyon egyszerű, bármit lehet cserében termeszteni. Egyetlen egy szűk szempont, ami van, a fénymennyisége. A napos erkélyek, azok indulhatnak a paradicsom, paprika, uborka, padlizsán, rozmarin, kakukk fű irányába, és az árnyékos erkélyesek pedig mehetnek a saláták, káposzták, mángolt, petrezselyem, koriander irányba, amik ilyen jó eséllyel fognak tudni sikerülni. Most bennem még az merült fel, hogyha egy olyan erkélyünk van, ami alatt egy forgalmas út van, esetleg busz is jár, akkor ott nem félő, hogy a légszennyezés miatt nem lesz finom. Hát ugye a benzinek ólommentesek, ami a leglényegesebb szempont, tehát nem fog ólom összegyűlni a zöldségeken. A New York-i tetőkertek kapcsán egy csomót kutatták, hogy a légszennyeződés megjelenik-e a zöldségekben, és nem. Uh-huh. Úgyhogy nyugodtan. A Margit körúton is. Tök jó. Akkor a következő részben már ültetünk. Ha tetszett ez a videó, és szívesen néznél még olyanokat is, mint amikor megfejtettük, miért fogy a magyar, bemutattuk, hogy néz ki egy igazi oligarha, vagy Norbiékkal jártuk be a szigetet, akkor iratkozz fel az Index csatornájára.